Sziasztok! Robogunk tovább az adventi kalendáriumokkal, olyannyira, hogy ma három kalendáriumot is kinyitok veletek. Na de kezdjük is az elsővel, ami az Yves Rocher 2024-es adventi kalendáriuma. Idén ez egy ilyen sötétkék és aranyszínű csomagolásban érkezik, ami szerintem tök szép egyébként. Az elején egy kis masni van, amit ki kell bontanunk, és a többit még nem tudom, mindjárt meglátjuk. Szóval... ilyen ajtós dizájn már volt náluk tavaly előtt, vagy azelőtt, már annyira összefolyik minden, nem tudom. Szerintem 2022-ben, de nem vagyok benne biztos. Szóval, ha kinyitottuk a masnit, akkor egy ilyen szekrény tárul elénk kvázi, dobozkákkal. Amit viszont most én nektek nem úgy fogok megmutatni, hanem lerakom ide magam elé, és csak kibontogatom a dobozokat, hogy ne tartson olyan nagyon sokáig. Mielőtt még összecsúszik minden, ezt gyorsan megmutatom, mert nekem nagyon tetszik. Ilyen fenyőfa, tehát karácsonyfa dizájn van, és a legtetején van a 24-es, egy ilyen csúcsdíszként. Ez szerintem nagyon szép, vagy mondhatjuk úgy nagyon csúcs. Na, nézzük is az első dobozt, ami pont a 24-es alatt van. Itt, és aztán a többi úgyis összeborul, úgyhogy nem fogom nektek mutogatni így már. Az utóbbi években az Yves Rocher nekem nem annyira jött be, úgyhogy kíváncsi leszek most erre az évre, mit találtak ki, milyen illat, irányok vannak. Szóval az első nap alatt egy pomegranát magnólia, vagyis gránátalmás magnóliás tusfürdő, nem tusfürdő, hanem testápolót kapunk, body lotion. Ennek tök jó illata van, ez tetszik. Aha, ez kifejezetten kellemes, jó. Ez egy jó kezdés szerintem. Jöhet a kettes dobozka. Itt pedig egy vaníliás, orchideás tusfürdő van. Ez nagyon jól hangzik, ennek szerintem finom illata lesz. Kellemes, másra számítottam, de tényleg jó. Oké, tetszik, ezt szívesen kipróbálnám. Na, egyelőre jobban tetszik már most, mint a tavalyi. A hármas dobozka jön. Itt egy mini krémet kapunk, organikus seavaj és organikus körömvirág. Ez egy testápoló tej, body milk, száraz és nagyon száraz bőrre, egyébként 30 ml-es. Hát ennek nem érzem semmilyen illatát. Egyébként, bocsánat, az előző termékeket nem mutattam meg, de most már szerintem nem veszem ki őket, hanem igyekszem nem elfelejteni a többi ablakocskánál. A négyes, az egy picike dobozka, és olyan sokáig kerestem, másra számítottam, és nem tudtam, hova nézzem. Itt egy nagyon-nagyon-nagyon picike kis krém van. Anti-Age Global. Ez a Correcting Supra Essence krém, 5 ml-es, ami inkább, mint a számba megy. Hát, ennek nem örülök. Nem tudom, mire való, nincs rajta nagyon semmi, és nagyon picike. Ezeket a nagyon mini krémeket én nem szeretem, de biztos, hogy nem vagyok vele egyedül. Azután a következő 5-ös dobozka, megint ilyen nagyon kis picike. És ebben, pont erre tippeltem, ajakbalzsam van. Ezt most nem nyitom fel, mert le van még így ragasztva, de egy, ha jól láttam, karitévajas, nem, seavajas, más nem is írnak rajta, csak seavaj. 4,8 gram. Hát, meg kell, hogy mondjam, én az Yves Rocher ajakbalzsamait nem szoktam szeretni, szerintem nem olyan jó hidratál, és inkább még szárítja a számat, nekem legalábbis. De mindegy, mehetünk a 6-os dobozzal, ami Mikulás. És ebben mi van? Egy szappan? Jaj, ezeket megint nem szeretem. Ez egy szilárd sampon, 25 grammos. The Nutrition Shampoo Bar. És csak annyit ír rá, hogy organikus virágolajokkal. Nem is írja le, hogy pontosan miről van szó. Ebből én már kipróbáltam egy párat, nekem nem jöttek be ezek a szilárd samponok. A 7-es dobozka jön. Itt egy kézkrémet kapunk a vaníliás orchideás termékcsaládból, egy 30 ml-es kézkrémet. A 8-as doboz az megint egy jó nagy dobozka.
És itt egy Pure Algae 2:1 micellás vizet kapunk. Ez egy sminklemosó és micellás víz 2:1, 50 ml-es. Ez az előző kalendáriumban is volt benne, azt tudom. Jöhet a 9-es dobozka. Itt valami rózsaszín dobozka van a dobozban. Na mi ez? Ó, ez egy mini parfüm, 5 ml-es L'Evidence Eau de Parfum. Nem ismerem ezt az illatot, mindjárt megnézem, hogy ki tudom-e próbálni, vagy legalábbis megszagolni. Egyébként ez a dobozkája. Ez megint ez a döntögetős parfüm. Öntögetős, döntögetős, ezeket nem szeretem, nagyon nem szeretem, amik így nyílnak. Elég jó illata van. Nem nagyon extra, tehát nem igazán különleges, de egész kellemes. Nem használnám a döntögetős mi voltja miatt, meg mert annyira nem fogott meg, de nem is rossz, tehát nem zavar, igazából kellemes, csak olyan semmilyen, nem extra. Jöhet a 10-es ablak. Itt megint egy tusfürdő van szerintem, vagy nem sampon. Repair Shampoo with Organic Jojoba, szulfátmentes jojobás sampon, száraz és igénybe vett hajra, 50 ml-es. Gyanítom, lesz valahol balzsam is hozzá. Ha úgy csinálják, ahogy én szoktam szeretni, akkor a 11-es napon most fog jönni, de mindjárt meglátjuk. És nem, mert a 11-es az egy nagyon picike dobozka, ebben biztos, hogy nem fér bele hajbalzsam, szóval nézzük itt mi van. Egy mini krém, 7 ml-es Repairing, soha nem tudom, hogy mondják, nem cica szerintem, hanem cika vagy cika vagy, nem tudom, cica kenőcs, with organic apple nutrients, aha, alma tápanyagokkal, ezt bármire használhatjuk, arcra, testre, kézre, mondjuk 7 ml, tehát hogyha testre próbálja meg valaki használni, a felére sem elég szerintem. De oké, hát megnézzük egyébként, hogy meg tudom-e szagolni. Meg tudom, de nem érzek rajta semmit. Ez megint nagyon-nagyon kis picike, inkább minta. A 12-es doboz jön, tehát most leszünk fél időben. Egyelőre talán szerintem jobb, mint a tavalyi, bár mostanában volt benne sok olyan termék, ami úgy nem kellett volna. Itt egy Botanical Balm Leave-In Repair Care van. Igen, ez a, hát ha nem is balzsam, de egy öblítést nem igénylő ápoló, hajápoló. 30 ml-es, és hát én ezt raktam volna akkor inkább a 11-es napra ismertek, nem egy nappal később, de oké. A 13-as az ismét egy nagy dobozka. És itt úgy néz ki, mint a micellás víz, de nem, hanem ez egy 50 ml-es szemfesték lemosó, ami vízálló sminkhez is jó. Ez viszont szerintem tök jó, mert amikor utazunk, akkor egy ilyet bedobni a táskába. Ez ugye kézi csomagba is mehet, a micellás víz is egyébként. Tehát ez a kettő az jó dolog szerintem. Én ezeket mindig használom, amikor utazok. 14-es ablak jön, ami megint egy picike dobozka. Lehet, hogy itt valami rúzs lesz. Vagy még egy ajakbalzsam. Ó, megint valami nagyon picike krém. Hydra Vegetal 48 órás non-stop hidratáló gél krém. Ez megint 7 ml-es. Ebből vagy mintát próbáltam tőlük, vagy volt benne tavaly előtt, nem emlékszem. Ez olyan okés volt, de semmi extra. Tehát nem rendelném meg. És nagyon-nagyon picike sajnos. 15-ös dobozka. Ezeket olyan könnyű kinyírni, tetszik. Itt a Monoi termékcsaládtól van egy hidratáló kézkrém, 30 ml-es. Ha ne talántán nálam marad ez az adventi kalendárium, akkor tudom már, hogy kinek fogom adni, mert egyik barátnőm imádja ezt az illatot. Engem még mindig nem győzött meg, nincs rossz illata, de nekem nem annyira jön be. 16-os, az egy jó nagy ablak, doboz. Na, és itt van egy rúzs talán. Még hozzá egy, hát ezt nem tudom nektek megmutatni, mert le van ugye ragasztva. Ez a 03-as Camellia Rosé, vagy Rose
árnyalatban jön. Ez jól néz ki egyébként itt, ha tényleg ilyen színe van, azt szerintem szép lehet. Ilyen maga a csomagolás. A 17-es szintén nagy dobozka jön. És itt megint egy ilyen fél nagy krém van. Ez a Repair Organic Shea Butter and Organic Calendula, vagyis ismételten ez a seavajas és körömvirág krémes, és körömvirágos Rich Body Scrub, egy minden bőrtípusra megfelelő bőr radír, ami 30 ml-es. Tehát ez egy testradír. Tök sima krém illata van, itt legalább érzek valami nagyon halványat, de nem erős. Hát ezt megint maximum utazáshoz elvinni, bedobni ebbe az utazós átlátszó tasakba, mert picike. A 18-as kis dobozka jön. Megint egy mini krém. Ez még kisebb, mint a másik. Nem, ez is 7 ml-es, de ugyan picikinek néz ki. Anti-Age Global, the ultimate regenerating care, day and night mask. Szóval ezt nappal is, este is használhatjuk, és még masknak is. Ez egyébként jól hangzik, de tehát, hogy annyira picike, hogy ezt egyszer tudod kipróbálni, és akkor el kell döntened, hogy ezt most nappalra használod, éjszakára, vagy megpróbálod maszkként. És nem nagyon írtak rá semmit, csak azt, hogy kétszer használjuk hetente, de vagyis, hogyha maszkként használjuk, akkor legyen kétszer hetente. De hogy mit, hogy nem nagyon jön be, nagyon-nagyon kis mini. A 19-esen megyünk tovább, és most már nincsen sok dobozkánk. Ahhoz képest az idei limitált kiadásokból, tehát az idei szezonális illatokból meg nem nagyon volt benne sok minden. Konkrétan kettő. Na nézzük, hogy mi van a 19-ben. És itt egy körömlakot kapunk, aminek nagyon kis szép színe van, ez nekem tökre tetszik. A 35-ös bronz doré árnyalatban van, és 5 ml-es. Ez tényleg tök szép szerintem, ez tetszik. Nagyon szeretem az ilyen színeket, ez tök szép. Jöhet a 20-as dobozka. Na és itt megint egy ilyen illat lesz, a gránátalmás magnóliás tusfürdő. Tehát az első napon volt egy ilyen testápolónk, most a 20. napon kaptunk egy tusfürdőt. Nézem, hogy másmilyen így az illata, nyilván nem, de... Igen, és sokkal koncentráltabb. Nem tetszik. Egy nagyon enyhén ilyen, semmi extra balea beütése is van, de azért egy picit talán exkluzívabb, vagy csak megpróbálom bemesélni magamnak. Na, nézzük az utolsó 4 dobozkát. 21-es. Itt megint egy monoi van, ami testápoló tej, body milk, 30 ml-es. 22-es dobozka jön. És itt egy nagyobb bacska krémet kapunk, a Hydra Vegetaltól. Moisturizing SOS Mask. Oké, ez akkor nem is krém, hanem egy maszk. 30 ml-es. Heti 1-2-szer használjuk, tiszta arcon, kihagyni a szem részét, és 5 perc után egy vattapamacsal töröljük le a felesleget. De hogy mire jó? Hát ha SOS, akkor lehet, hogy pattanásokra, de annyira nem írnak rajta semmit, és mindent egyesével kell akkor utána megnézni a weboldalukon. Nem tudom, hogy ez pontosan mire jó. 23-as nagy dobozka jön. Na, és itt egy új illat érkezik végre. Oat and buckwheat. Az oat az a zappehely, a buckwheat az meg szerintem... Fú, várjatok csak. Bulgur? Mindjárt megnézem. Nem, a buckwheat az a hajdina. Na, nagyon kíváncsi leszek erre, hogy ennek milyen illata van. Ez egyébként egy comforting bath and shower gel, vagyis egy kényeztető, hát, tusfürdő, illetve fürdővízbe is tehetjük. Na, ennek tetszik a legjobban az illata. Nagyon meglepő, de tényleg bejön. Ez nagyon finom. Hú, mire emlékeztet? Nagyon sok mindenre emlékeztet, amit én nagyon szeretek. Ez nagyon te!
tetszik, ebből kéne rendelnem egyet. Tök jó illata van. Kicsit ilyen keleties, fűszeres, a babának a tündértánc, nem, valami tündéres illatára is nagyon emlékeztet. Tündérkert. Meg még valamire, de nagyon-nagyon finom. Ezt tényleg tudom ajánlani, szerintem tök jó. Na, ez nekem eddig a highlight az egészből, és nagyon úgy tippelem, hogy a 24-es ablak alatt ismét egy rúzs lesz, vagy szempillaspirál, bár rúzst már kaptunk, úgyhogy szerintem szempillaspirál. Na, nézzük is. Nekem ki is nyílt a doboz. És igen, szempillaspirál még hozzá a... Hú, ezt nem merem kimondani. Sils Miraculous. Nagyon nem beszélek franciául, úgyhogy fogalmam sincs. Ezt most nem mondtam ki, mert ez is le van ragasztva. 7,8 ml-es, fekete színben, és ez elég érdekesen hangzik, hogy ilyen legyesző hatású pillákat ad elvileg, úgyhogy ezt még ki is próbálnám. Na, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ti mit mondtok erre az adventi kalendáriumra, mert nagyon sokan szeretitek az Yves Rocher kalendáriumait. Néhányan meg szokták említeni, hogy jobb lenne több smink termék benne. Én inkább az ápoló termékeket szeretem, és kevésbé a sminkeket, de tényleg annyi sminkem van, tehát hogy az is beleszól. De azt kell, hogy mondjam, szerintem volt javulás a tavalyihoz képest. A tavalyi előttire már nem annyira emlékszem, de a tavalyi az nekem nagyon nem tetszett, arra emlékszem. Szerintem a tavalyi előtti sem, és a tavalyi előtti tetszett, ha nem tudom. De az a lényeg, hogy szerintem ez jobb volt. Nem a kedvencem, nem szuper, hiper, szuper jó, és muszáj mindenkinek rohanni és megrendelni, de egész jó szerintem, tehát volt a tavalyihoz képest javulás. De tényleg kíváncsi leszek, hogy ti mit mondtok erre. Na, köszönöm, hogy megnéztetek, aztán megyünk is tovább a másik két kalendáriummal. Sziasztok!